egész rendezvényt, ez saját erőből, a saját kollégáink szervezik meg a többiek számára. Tehát nem külsős profi céget bízunk meg azzal, hogy megszervezze az egész napot, hanem egy nagyon lelkes, 25-30 főből álló önkéntes csapat az, aki létrehozta ezt az egész mai eseményt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez megint egy példaértékű, az összetartást erősítő szervezés. Számos programmal váltuk a Zsivadam dolgozóit, sárkányhajózás, kézműves játékok, ugróvár, futóverseny, tájfutás, és futóverseny, foci verseny, és ilyesmi. Mivel bővült a tavalyi évhez képest most a kínálat? A sárkányhajózás az egy újdonság. A kenopi pályát az tavaly is igénybe vehették, és a sárkányhajó volt az az első is újdonság, amit én is ki akartam próbálni, és ki is próbáltuk, és még többször is fogunk menni, úgyhogy az nagyon izgalmas volt. Családodat is hoztad magaddal? Persze, a kisfiamat Barnust, illetve a férjemet, aki a Vackor zenekar oszlopos tagja, és ők fognak most zenélni. Mennyire nehéz így csábítani a színpad elé a gyerekeket? Nehéz, az mindig nehéz, abban az esetben, hogyha nem egy szervezett programról van szó. Ez általában úgy szokott kezdődni, hogy rendkívül családiasan, szinte hárman elkezdjük a műsort, és a végére azért általában közelebb jönnek a gyerekek, mert jó hangulat van, nevetés van, játék van. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez most is így lesz, de innen szép nyerni, ezt szoktuk mondani viccesen, nyerni fogunk ma is. Milyen műsorra készültetek? Olyan gyerekdalokkal, amiken mi is felnőttünk annak idején. Halász Judit például, hát közismert gyerekdalokkal. Illetve mellette igen sok népdal feldolgozást is játszunk, ami szerintem különleges, pont amiatt, hogy gitáron és hegedűn szólal meg. Gondolom, ez kicsit interaktív is, tehát próbáljátok majd belevonni a gyerekeket. Abszolút interaktív, szinte mindegyik dalhoz kapcsolódik valamilyen játék, igyekszünk bevonni a gyerekeket. Természetesen akkor, hogyha sikerül az ugrálóvártól, és itt, főleg itt a kalandparton annyi minden egyéb van, hogyha sikerül megragadni a figyelmüket és idehozni őket a kis színpadunk elé, akkor mindent megpróbálunk. Gyorsan! Hopp, hopp, hopp! Virágig rálégott virág, sütik már a rántott békát, zimmezünk, zimmezünk, recept! Nagyon fontos számunkra, hogy ne csak a munkahelyen, a munkával foglalkozzunk, ugye minden dolgozónk egyben családtag is, és fontos számunkra az, hogy egyrészt a családtagok is megismerjék, hogy apa, anya, vagy a barát, éppen barátnő, valamelyik rokon mivel tölti az idejét. Ugye nyilván a gazdasági élet az nagyon komoly és kemény, ennek megfelelően azért 7 nap 24 órában termel az üzemünk, ez pedig nagy áldozattal jár a kollégáink részéről, ugye azért nem mindegy, hogy valaki csak délelőtt járjon dolgozni, vagy pedig éppen szombaton éjszaka, vagy vasárnap délután. És hát ezért próbálunk egy kicsit visszaadni a családtagoknak is, ezért hirdetjük meg most már negyedik évben ezt a családi napunkat. És így egy kicsit egyrészt gyárlátogatásokat szervezünk a családtagok számára, hogy ténylegesen meglássák, hogy apa, anya mivel foglalkozik. Másrészt pedig itt ebben a nagyon kellemes környezetben, a Maros partján, ugye egy kis kikapcsolódást biztosítunk a dolgozóinknak és a családtagjainknak a számára. Több mint 300 munkavállalójuk van. Hány emberre számítanak a mai napon? Hányan lehetnek itt a Maros parton? Most pontos számot még nem tudok mondani, de a tavalyi adatok szerint több mint 500-an voltak. Én úgy gondolom, hogy így körbenéztem a társaságon, legalább 700 ember itt van most körülöttünk, úgyhogy elég szép a részvételi arány.
Gondolom ön számára is nagyon fontos, hogy ne csak bent üzemi körülmények között találkozzon a munkavállalóival, hanem itt személyesebben is, hiszen látom, hogy ön is sportoszerelésben van, tehát gondolom, hogy részt vesz a programokon. Ilyenkor megáll beszélgetni a munkavállalókkal? Így van, hát nem csak itt, bent a munkahelyen is nyilvánvaló, de hát nekem is nagy kellemes meglepetések, amikor valaki a kisbabájával, gyermekével megjelenik, és aztán tényleg azt mondjuk, hogy hoppá, várjunk, már 4 évvel ezelőtt még éppen csak babakocsiba tolták, most pedig már ott szaladgál a többiek között, vagy éppen megy fel a kalandpályára. Hogy tetszett ez az átcsúszás itt a Marosfalen? Nagyon jó volt. Kivel jöttél ki ide a Zsivadán családi napra? Rácsin Attilával, meg Zsivadiána. Kik? Kik dolgozik neked itt? Rácsin Attila. Ő dolgozik itt, ő neked kicsoda? Apukám. Apukád, aha. Hanyadik alkalommal vagy ezen a családi napon? Másodjára. Ezt kipróbáltad már máskor is? Tavaly nem, de most igen. Aha, és mész még? Szerintem igen. Mi az, amit még, ami még részt vettél a mai napon? Hát, tájfutás. Abba kétszer, a hetes nem találtuk meg, mert az a tóparton volt nagyon lent. Hát másban nem. És mit tetszett jobban, a tájfutás, vagy most ez a kanobi? Most ez. Ha? Itt dolgozol a Zsivadánnál? Nem, én vendég vagyok, a barátomnak a fia dolgozik a cégben, és akkor én csak meghívott vendég vagyok. Miket próbáltál ki? Hát igazából ez volt, amit próbáltam, és életemben először, de egy életre szóló jó élmény. Tetszett nagyon? Igen, komolyan. Újra neki mennél? Igen. Minden egyes családi napon, a délelőtti órákban mi lehetőséget szeretnénk a családoknak arra adni, hogy meg tudják nézni azt a munkakörnyezetet, a munkafolyamatokat, megismerjék, láthassák a gépeket, amivel a dolgozók és az ő úgymond családtagjaik dolgoznak. A gyerekek is bemehetnek ilyenkor a gyárba? Gyerekek is bejöhetnek, nyilván ugye a higiéniai feltételeknek meg kell felelnünk, de igyekeztünk minden egyes eszközt biztosítani ahhoz, hogy akár a gyerekek is be tudjanak jönni. A higiéniai eszköz, úgy gondolom, azt jelenti, hogy megfelelő védőruházatban kellett bemenni. Így van, tehát tökéletesen a higiéniai zónáknak megfelelő védőruházat az nyilván ebben az esetben is kötelező, akkor is, hogyha éppen nem működik a gyár. Ma délelőtt hány családot vezettél körbe, vagy vezettek a kollégák körbe körülbelül a gyárban? Család számot nem tudok mondani, de egy olyan 300-350 ember volt az, akit át tudtunk ma vinni. Körülbelül 10 túra volt szervezet, tehát ilyen 25 fő az, ami munkavédelmileg és igényileg is belefér úgymond egy csoportba. Ilyenkor milyen érzéssel jönnek ki, mondjuk főleg a gyerekek, mit szoktak szólni, mit mondanak, hogy jé, apute, itt dolgozol, de fura? Igen, én azt vettem észre, és az a tapasztalat az előző évekből is, hogy nagyon szokták élvezni. Én azt mondom, hogy talán az a 7-8 éves korosztály az, aki fölött úgymond van értelme. A kicsik nem igazán látják vagy értik meg, de azt hiszem észre, hogy az idősebb korosztály és a szülők is akár tényleg pozitívan jönnek ki. Alapvetően egy nagyon modern gyárról van szó, nagyon modern technológiákkal dolgozunk, tehát egyedi. Az országban ilyet máshol nem nagyon lehet látni élelmiszeriparban. Akkor délelőtt neked is egy picit a munka része volt, most gondolom már a szórakozás, milyen programokon vettél, veszel részt? Igazából mi ilyen dél fél egy fele értünk ide vissza, tehát ugye ahogy előkészítettük, nyilván föl kellett szalagozni az útvonalakat, stb. Utána visszaállítani a termelési környezetet, de szeretném megnézni a sárkányhajózást, nyilván a tájfutást is szeretném kipróbálni, majd ahogy jön, meglátjuk. Ez igazi csapatépítés ilyenkor? Igen. Vannak csapatépítő programjaink is, de itt is nyilván azért sokat számít az, hogy látja az ember a mellette dolgozó családját, és hogy ő is ugyanolyan körülmények között él, mint ahogy ő, stb. Tehát, hogy nem csak az, hogy ő a szomszéd szobában dolgozik, és ott húzza le minden 8 óráját minden egyes műszakba, hanem tényleg kicsit közelebb tudnak kerülni egymáshoz az emberek. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos program minden évben. Mióta dolgozol a cégnél? 2012-ben kezdtem márciusban. Tehát a kezdetek óta? Nem igazán a kezdetek óta, mondjuk úgy, hogy körülbelül egy évet késtem az igazi kezdetekhez képest. És mit dolgozol itt a cégnél? Jelen pillanatban a mintagyártól, a sampling departmenten vagyok, termelés tervező, illetve hát lassan már akasztott ember funkció is. Ilyen mindenes. Hanyadik családi napon veszel részt? Ez még a harmadik. Kivel jöttél, itt hoztál el magaddal? Párommal és a
párom testvérével, illetve az ő párjával. Most épp kártyáztok, ha jól látom, mit csináltok itt. Egy kártya, nem tudom, mennyire lehet reklámozni, a Vigyázhat című elég egyszerű, viszont érdekes kártyajátékot. Ez már az ebéd utáni levezetés, mit csináltatok délelőtt, milyen programokon vettetek részt? Igen, levezetünk. A programjainkban egyenlően csak az fér bele, hogy kiérjünk, szétnézzünk, a kollégákkal egy-két szót váltani, és utána ezt a kanopi, vagy hát csúnyán mondva a Maroson átcsúszás oda-vissza. Egész élvezetes volt, csak hát sebességet szokni kell. Nem próbálnád ki még egyszer? De, én nagyon szívesen mennék, csak bizonyos lelki felkészülés azért nem árt előtte, egy két perc fújás, és akkor utána hajrá. Tájékozódási futás sportágat mutatjuk be. Elég nagy érdeklődés van a sportág iránt, mivel újdonság a makóiak részére. Ebből kifolyólag kitűztünk itt egy 10 pontos pályát a Kalandpark területén, ami 500 méteres pálya, főképpen gyerekeknek óriási nagy sikerélmény, hogy ezt tudják teljesíteni. Mit kell tenniük? Ide jönnek, gondolom, az információs pulthoz, itt kapnak megfelelő eszközöket és egy térképet, ugye? Igen, kapnak egy térképet, egy tájolót és egy ilyen S-sheet dugókát, mi úgy hívjuk, amivel tudják csekkolni, hogy valóban megfogták azokat a tájékozási pontokat, amiket mi kitűztünk. 10 darab pontot helyeztünk ki ide a Kalandpark területére, ami azt jelenti, hogy 31-től 40-ig számú zású pontokat kell nekik megfogni ebben a sorrendben. Ez a térképen ábrázolva van, és ebből kifolyólag nagyon lényeges, hogy betartsák ezt a sorrendet. Általában 10-12 perc alatt teljesítik a gyerek ezt a pályát. Kapnak-e ezért valamit, ha lefutják? Van-e ebbe verseny, vagy az a lényeg, hogy részt vegyen rajta mindenki? Verseny nincsen, mert van, aki már többször is lefutotta ezt a pályát. Ebből kifolyólag ez egy szórakozás, ez egy bemutató, tehát az a célunk, hogy megismertessük a sportágat a gyerekekkel, mint felnőttekkel is, megkapják a térképet és a részidejüket emlékbe. Tehát van olyan gyermek, aki idejön és azt mondja, hogy én még egyszer lefutom és még egyszer lefutom? Volt, aki már 5-5-szörre is teljesítette a pályát. Saját magával verseny ez, hogy minél gyorsabb legyen. Mit próbáltál itt ki ma délelőtt? Hát még csak a sárkányhajózást eddig, meg még a tájfutást, és majd fogok menni még ugrálni. Melyik tetszett jobban, a sárkányhajó vagy a tájfutás? Sárkányhajózás. Hányan ültetek egy hajóban? 13-an, 14-en. És nehéz volt evezni? Nagyon. És mi tetszett benne, a hangulat, vagy az, hogy gyorsan mentetek, vagy az, hogy lassan? Minden. Kipróbálod még egyszer? Igen. És a tájfutás az milyen volt? Elmesélnéd, hogy hogy zajlott? Hát, ilyen pontok voltak, és adtak ilyen kis dolgot, amiket bele kellett dugni, és akkor így körbe kellett futni, ilyen 10 pont volt, és 500 méter volt. Több kollégánk sportol versenyszerűen különböző makói csapatoknál, kézilabdában is és futballban is, úgyhogy éppen itt áll mellettem Csernus Imre kollégám, aki egy gyönyörű aranyéremmel a nyakába szerepel a mai alkalommal. Ez a Csongrád megyei megye 3-as bajnokság Tiszamaros csoportját sikerült megnyernünk. Nagyon jó szezonnal, utolsó 14 meccsből 13-at megnyertünk, úgyhogy mínusz 13 pontra, azt hiszem plusz 6-tal végeztünk, úgyhogy nagyot fordítottunk, és nagyon örültünk neki. Tegnap megünnepeltük, átadták az érmeket, a kupát, úgyhogy nagyon jó hangulatban van a mai nap is nyilván. Én vagyok a csapatnak a vezetője, és immáron második alkalommal jelenünk meg ezen a hagyományokkal teli tornán. Tavaly második helyen végeztünk, nagyon jó volt a hangulat. A végén egy kicsit elfáradtunk, de tisztes eltálláson második helyet szereztünk meg. És örülünk neki, hogy meghívást kaphattunk most másodjára is. Enne Electric csapata vagyunk, mi a külsős vállalkozók vagyunk. Inkább igazából villanyszereléssel foglalkozunk, irányítás technikával. És ezeknek a szupportálását visszük mi. És egyébként miért ilyen fontos a cég számára a sport? Hogy részt vesztek ezen? Miért ide eljönni? Igazából a csapatot is erősít, egy kis rekreációs tevékenység, ez mindig jól jön a csapatnak. Kicsit kifújjuk a fáradt gőzt, megépítjük tovább így a kis dolgainkat. Arról nem is beszélve, hogy mindenkinek jót tesz egy kis mozgás a benti levegő után. Karkas mérgyáligazgató az előbb úgy fogalmazott, hogy a decemberi szervezés az önkormányzaté, ez pedig ugye az övéké. Mit szólt a városvezetése ez a kezdeményezéshez? Ez a Zsivadán és az önkormányzat közt ez a sportkapcsolat, ez már nagyon-nagyon hosszú időkre nyúlik vissza. Szíves örömest jöttünk el erre a mai tornára, visszahívást elfogadva a decemberibe, úgyhogy bízunk benne, hogy ez tartós lesz ez a kapcsolat, és évente több alkalommal is tudunk egy ilyen közös sportrendezvényt rendezni. Szeretnénk megköszönni a Zsivadánnak, hogy meghívta erre a mai napra az önkormányzat csapatát, és azt is köszönjük nekik, hogy aktívan támogatják a városban a sportéletet. A csapatot hogyan sikerült összeállítani, összehívni?
az önkormányzat csapatában az önkormányzat dolgozó, illetve a cégeknél dolgozók vesznek részt. És az első meccs nagyon jól sikerült, ilyenkor egyébként mennyire számít az eredmény? A legfontosabb az, hogy együtt legyünk, jól érezzük magunkat ezen a tornán és sportoljunk. Az eredmény az másodlagos, de bízunk benne, hogy azért sikerül az élen végezni a tornán.